Száraz György könyvei már hangos könyvként is elérhetőek. A részleteket megtalálod a voice.hu oldalon. Hallgass bele mindegyikbe, és használd ki ezt a korlátlan lehetőséget. Ha érdekel a munkásságom és a spirituális programjaink, akkor látogass el a YouTube csatornámra, illetve tekintsd meg a napvallás.hu honlapomat. Te a délután Száraz Györggyel. Egy másik oldalról szeretném ezt a kérdést feltenni, és megfogom, körvonalazódik bennem, de majd segíts, mert több jellegű kérdés is felvetődött bennem. Majd összeállítani belőle egy jó kérdést. Én Istenek szintjéről. Ugye úgy tudjuk, vagy is tanuljuk, hogy vannak a különböző félistenek, egyiptomi istenek, hindu istenek, inka istenek. Ezeket hogy lehet el egy rendszerbe tenni, tehát hogy ezek az emberiség különböző korszakaiban külön-külön jelentek meg, egyszerre jelentek meg, illetve itt fölmerült ugye a jó meg a rossz, tehát ugye most mondhatjuk azt, hogy az emberiség mostani korszakában, mint támogató félistenek, azok az egyiptomiak, de miket lehet még úgy elképzelni, hogy az emberiség mostani kultúrában, időszakában támogató félistenek, mely kultúra vagy, ezt valahogy így. Jó, akkor néhány gondolat indító felvetésem lenne, mert erre nem lehet, én gondolom, hogy teljes mélységében válaszolni te a délután keretén belül, illetve itt már nagyon komoly előadásokra, vagy elemzésekre, vagy különböző egyéb fórumokra van szükség, hogy az ember egyáltalán ezt ki tudja tárgyalni. Hozzátéve azt, hogy a tudásunk nem teljes és nem tökéletes, tehát itt mindig csak résztudásokról lehet beszámolni. Az egyik kérdésed, hogy a kultúrák isteneivel, ugye mi a helyzet? Azt kell világossá tenni, hogy ha valaki hiteles forrásból tájékozódik arról, hogy milyen magasabb rendű lények léteznek a teremtésben, és itt az ember fölött álló lényekre gondolok elsősorban, és nem az ember alatti létsíkokra, akkor jó, hogyha különbséget teszünk két megközelítés között. Először is, ami ma a mitológiákban és a vallásokban, illetve a mitológikus képzetekben, hiedelmekben, vagy éppenséggel, regékben, legendákban, mondákban, elbeszélésekben, mindenféle ilyen hagyományban fennmaradt, azt mi valószínűleg nem tudjuk helyesen értelmezni. Ennek az az oka, hogy mi nem ismerjük azt a temérdek kiegészítő információt, amit mondjuk 500, vagy 1000, vagy 2000, vagy 3000 évvel ezelőtt magától értetődőnek vettek, és szinte az anyatejjel szívtak magukba, mondjuk a gyermekek, hiszen számunkra most konkrét példát mondok, más jelent Ízisz, mint annak a személynek, aki 0 éves korától egyszerre abban nő fel, hogy anyuka mindig hozzáfohászkodik, mondjuk, vagy éppenséggel a Magna Matert, a nagy istennőt is mondhatnám, vagy a nagy boldogasszonyt, hogyha most meg akarom feleltetni egymásnak őket. Tehát itt van az, amikor egy picit külön kell választanunk, és ez nagyon nehéz lesz, de próbáljuk meg az eddigi ismereteinket, mondom még egyszer, vallási, mitológiai, meg hát egyéb ismereteinket a spirituális valóságtól. A spirituális valóságban ugyanis csak egy dolog lehet érvényes. Tehát olyan nincs, hogy az egyik azt mondja, hogy létezik mondjuk egy istenség, a másik azt mondja, hogy nem létezik, az egyik azt mondja, hogy mit tudom én, ő jónak tartja, a másik ugye rossznak tartja. Ez nem ilyen egyszerű, illetve ennek van egy megoldása, ami úgy gondolom, hogy ha mint egy kulcs, ha megérkezik az emberhez, akkor csak akkor tud kiigazodni ezek között a isteni lények között. Jó. Abból kell kiindulnunk tehát, hogy van egy végtelen tudat, egy végtelen abszolútumnak nevezhető entitás, nem is tudok rá milyen szót használni, létezőt, mondjuk így. És ő az, aki ugye, mint tanuljuk különböző kinyilatkoztatott tanítások alapján, ő maga elindított egy olyan folyamatot, amelynek a lényege az, hogy magában elkülönít, mint egy kisugároz, mint egy kiválaszt olyan lényeket, lelkeket, akiket felruház különböző képességekkel és lehetőségekkel. Ezek közül azokat a lényeket, akiket most nemes egyszerűséggel elintézek azzal, hogy irányító lények, tehát akik a nagy egészt, a különböző létsíkokat, a különböző világokat, a különböző
univerzumokat, ha most a multiverzumból közelítünk, a különböző csillagrendszereket és kisebb egységeket, akár bolygókat irányítják, őket hívom vezető lényeknek, irányító lényeknek. És itt jön a következő nagyon fontos szempont. Hogyha van egy fejletlen faj, mint amilyen mondjuk mi jelen pillanatban, és megérkezik egy ilyen istenség, akár fénylényként, akár földönkívüliként, akár valamilyen formában. Hát erre azért van példa a történelemben, vallástörténelemben. Akkor ő ugye bármit mondhat magáról, ugye ez mindig a felvetésem, hát nekem egy dolgom van ezt elhinni, elfogadni, hát nem, ki vagyok én, hogy megcáfoljam. De ha viszont föntről nézzük a dolgot, tehát nem az én szemszögemből, mint átlagember, hanem föntről, tehát a szellemi hierarchia legmagasabb szintjéről, ha úgy tetszik a teremtő szemszögéből, ott nincs alakoskodás, ott nincs hamisság, ott pontosan lehet tudni, hogy ki, kicsoda. Ugye? Tehát ott nincs ilyen sötét, hogy az vagyok, aki vagyok. Ugye? Hát, tehát mondd már, most akkor mondd meg, ha nem akarod elmondani a nevedet. Vagy hívjuk, akkor anonimusnak, érted? De tehát nincs semmi, nem, ez egy elvárás, hogy valaki azért beazonosítható legyen identitása, énazonossága, tudni lehessen a kilétét. Stimmelünk? Na most, ha tehát föntről nézzük, akkor azt kell mondanom, hogy akiket ma a Földön, a történelmünk során, a ma hozzáférhető történelmi események és kultúrák során istenségeknek neveztek, az föntről nézve nem mind istenség. Tehát lentről nézve mondhatom azt, hogy egyiptomi istenek, maja istenek, indiai istenek, bárkit mondhatok, és most nagyon pozitív kultúrákat említettem szándékosan, de mondhattam volna az aztékot, ugye? Mondhattam volna tényleg a kínai, a japán, de még tulajdonképpen rengeteg, akár római kori, akár görög, hogyha közelebb jutunk hozzá magunkhoz, tehát így a korszakban, akár a kelta, ugye mi kultúrkörünkhoz azért mégiscsak közelebb áll, akár az indiánok különböző istenségeit. Itt azért óriási különbségek vannak. Jó? Tehát nem mindenki istenség odaföntről nézve, akiket idelentről isteni rangra emeltek. És nem feltétlenül azért emelték isteni rangra, mert féltek tőle, hanem azért, mert egyszerűen felruházták őt ezzel. Azért építette neki kultuszt, mert annyira tisztelték, mert annyi jót tett velük. Közben lehet, hogy ő egyáltalán nem isteni rangú. Miért? Hát az ember fölött nem csak istenek vannak? Nem. Az ember fölött, mondjuk így, hogy a mai emberi testet öltött lelkek, tudatossága, és a teremtő tudat, mint mindent átható abszolútum, mint omnipotens létező között, rengeteg, véges, de azért sok különböző szellemi szint található, és ugyan ők valóban magasabb rendűek hozzánk képest, mert angyalok, mert arkangyalok, és nagyon-nagyon sokféle van köztük, de korán sem egyenrangúak, és korán sem vetekednek mondjuk a teremtő bárminemű hatalmával, már csak azért sem, mert mint tanultuk, a teremtő legfeljebb a saját abszolút hatalmának egy részét átmenetileg felhasználja arra, hogy delegálja mondjuk az erejét, hatalmát valakiknek, de ő maga az abszolút hatalom birtokosa. Nem tudom, világos-e, hogy ő adott esetben mondhatja azt, hogy itt van Gábriel arkangyal, légy szíves ezt és ezt az üzenetet add át egy Mohamed nevű fickónak ott az arab félszigeten. Ezt ő mondhatja, és ő átadja, és az illető azt mondja, hogy beszéltem, na mondjuk ő speciál Gábriel arkangyalt mond, tehát most, ha nem is ezzel a névvel illeti, mert ott nem pont így hívják, kicsit más, ugye azon a nyelven másképpen hívják Gábrielt, de ez nem változtat a lényegen, mert ő tudjuk, hogy Gábriel arkangyallal kommunikált. És így el lehet mondani, hogy volt, aki Ádámmal kommunikált, tehát az sem a teremtő volt személyesen, hanem egy angyali lény. Volt, aki Káinnal és Ábellel kommunikált. Hát az is egy érdekes kommunikáció lehetett. És így tovább. Ezek különböző angyali, méghozzá főangyali entitások, de nem mondhatjuk azt, hogy a teremtő abban az értelemben, hogy mi megkülönböztetjük tőle, de a teremtő mondhatja, hogy én vagyok, mert hát én lényem, vagy én teremtményem van, vagy az én üzenetemet viszed, mint hírvívő, mint hírnök, tehát mondhatod. Szóval ezért mondom, hogy itt vigyázzunk az istenségeknek a különböző ilyen jellegű besorolásával vagy kategorizálásával. Aztán egy másik izgalmas kérdés, pont az asztékokról jutott eszembe, meg a majákról, hogy azért ott is konkrétan, nem fogok most mondani neveket, de konkrétan ismerek olyan neveket,
akik ma az aztik, illetve a maja panteonban szerepelnek. Mint kultúralapító, vagy kultúrhérosz, vagy nagyon markáns életterületeknek, vagy természeti jelenségeknek az istenségei. De tudom róluk, hogy ők például nem istenek voltak, hanem egészen konkrétan angyali entitások. De az emberek szemszögéből ők mégiscsak istenek voltak, mert hasonlóan cselekedtek, elképesztően nagy természetfeletti hatalmuk volt, és hát ilyen szempontból annak tűntek, de ők valójában angyalok voltak. Nagyon sok közülük, nem mindenki természetesen, de nagyon sok közülük angyal volt. Tehát, akikre én azt mondanám, hogy na ők istenségek, tehát vagy isten, vagy istennő, vagy általánosságban így nemeket most ne különböztessünk meg, akkor istenségek, azok állnak talán legközelebb az általad említett félistenek fogalmához, ami meg egy kicsit olyan görögös beütés, és nehogy valaki itt a felett az egész 50%-ának gondolja, hanem ez azt fejezi ki, hogy ők bár a teremtőhöz legközelebb állnak, tehát ilyen értelemben közvetlenül kapcsolatot tartanak a teremtővel, és tőlük kapnak minden felhatalmazást, tudást, bármi egyebet, és az ő nevében járnak el. Olyanok ők, mint a sorsnak a legmagasabb szintű urai, kormányzói. De ők, mint istenségek, nem feltétlenül egy személyről döntenek. Tehát nem a száraz Gyuriról, vagy az ő lelkéről döntik el ezt, vagy azt. Ezt meghagyják nyilván a hatalmukat, tovább delegálják a jogköreiket azért tovább. Mint egy nagy vállalatnál, nem a vezérigazgató fogja előállítani az összes autóalkatrészt és összeszerelni a műhelyben, mert ő a vezérigazgató. Stimmelünk. De a vezérigazgató is azért egyeztet esetleg más hozzá hasonló vezérigazgatókkal, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt így kell egy kicsit elképzelni. És ezek a félisteni lények tehát valóban megkülönböztetendők, ha valaki már spirituálisan tartott, hogy erre igénye van, akkor és tényleg kíváncsi erre, akkor megkülönböztetendők nagyon is a korábban említett egyébként angyaloktól, vagy valamilyen angyali entitásoktól. Mert ez nem emberi szempont, hangsúlyozom, nem emberi megközelítési mód. Emberi szinten én nem tudok különbséget tenni, ha csak azt látom, hogy mit tudom én, éppenséggel elsüllyed Atlantis, akkor nem tudom megkülönböztetni, hogy ez most egy angyali entitás műve volt, vagy istené. Ugye? Most mondtam egy példát, mert isteni a hatalom. De föntről nézve nem is lehet más, mert nincs is más, mint isteni hatalom. Viszont a teremtő nyilván tudja, hogy kire osztotta ezt a szerepet. És addig, amíg nem jön egy nagyobb entitás, aki majd picit rendet vág itt a nagy káoszban, mert ma az emberiség fejében inkább zűrzavar van, mint sem rend, addig ők azt mondanak, amit akarnak. Ad abszurdum elképzelhető, hogy akár már 2000 évvel ezelőtt, akár 2500 évvel ezelőtt, akár 3000 évvel ezelőtt is, de akár az elmúlt évszázadokban bármikor, bizonyos lények, akár magukat istenségeknek feltüntetve, ha nincs otthon a gazda cincannak az egerek alapon, tehát amíg a teremtő és a nagyobb hatalmú félisten lények ezt hagyják, tűrik és nem szólnak bele, ők eljátsszák tulajdonképpen azt a fajta pávatáncot, ugye a páva, mint aki színes, mint ami színlel, stb. Szimbóluma, amivel egy picit megtévesztik, vagy nagyon megtévesztik és félrevezetik az embereket. És akár elindíthatnak vallásokat, különböző féltitkos, titkos, vagy valamilyen szövetségeket, társaságokat, akár államokat, akár birodalmakat hozhatnak létre, amiket természetesen be is tudnak dönteni, hogyha éppen arról van szó. És mindebből lehet egy történelmet is írni, még akár ez is elképzelhető. De hát nincs, aki megcáfolja, úgyhogy maradjunk abban, hogy elképzelhető. Ezeket az istenségek nyilván hagyják egy darab, az igazi félistenségek, a nagyhatalmú lények hagyják egy darabig, de azért ők is már kinyilatkoztatták a szándékaikat, nem most. Még amikor az egyiptomi ugye, időszak éppen lezárásokhoz készülődött lezárása környékén tartott, hogy mi most elvonulunk, mi most, mint istenségek, félistenek, az angyalainkkal együtt, a tudásunkkal együtt el fogunk vonulni, és itt mondtak egy számot, hogy hány ezer évre. De majd visszatérünk, és akkor helyreállítjuk a rendet. Na most, mivel ezt tudta odafönt is, és idelent is az, aki már beavatott, vagy ha föntről nézzük, akkor azok az isteni lények erről nyilvánvalóan értesültek, az emberek közül pedig nyilván csak azok, akik
ezekbe a titkokba be voltak avatva, lévén spirituálisan már igen fejlettek, vagy akár egy odaföntről, tehát úgy mondom, hogy a szellemi hierarchia egy magasabb szintjéről leszületett lélekszikra, akár érkezhetett lélekszikrák, érkezhettek úgy a földre, hogy ők akkor most kihasználják ezt a pár ezer éves nihilt, vagy szünetet, amíg az istenségek távol vannak, azt hívom szünetnek, és ők elkezdik a saját képükre formálni, na nem a világot, az egész emberiséget. Hát nem kell mondanom, hogy az ő érdekükben éppenséggel nem nagyon áll az, hogy az emberiség fejlődjön, hogy tisztálásson, hogy megismerje az igazat. És ezt tehetik. Mert ma még azon vitatkozik nagyon sok ember, hogy létezik-e teremtő, ugye ateista és teista megközelítések ugye párharca, vagy egyáltalán megismerhető a teremtés, gnosztika, gnoszticizmus és agnoszticizmus, vagy vallások, és nagyon sokan ugye gyomorforgatónak tartják őket, mert hát nem valódi vallásokról beszélünk, a szónak a teremtői jó értelmében, tehát nem a teremtésben jelenlévő legfelső jó ihlette, a bizonyos vallásokat legalábbis nem. És nem beszélve arról a túl intellektualizálódott, egyszer mint túl materialistává váló emberiségről, amely mert tulajdonképpen már mindent tud, csak éppenséggel az életét nem tudja harmonikusan élni. Ugye? Tehát látszólag mindent tud, jól informált, de egyébként nem tudja élni. Na és akkor itt jön az, hogy ezért mi örülünk mindenkinek, aki nekünk segít. Na és én itt egy picit megállnék, és akkor most mennyi felvezetés után talán nem lesz teljesen érthetetlen, hogy én miért tartok bizonyos távolságot minden isteni, angyali vagy földönkívüli kinyilatkoztatástól. Mert engem, a népegyszerű gyermekét könnyű megtéveszteni azzal, hogy innen jöttem, onnan jöttem, nekem higgy, ne neki higgy, ez a tanítás a helyes, nem az a tanítás. Szóval értitek, ez így gyakorlatilag egy teljes zűrzavart teremthet. De gyümölcséről is veszik meg a fa, tehát minden kiderül a megfelelő időben. Így tehát két megoldás kínálkozik. Az első, az ember vár, és nem indul el a fejlődés útján, a tudatosság útján, mert fél attól, hogy mi van, ha belefut valamilyen negatív megtapasztalásba. És hát ő nem akar még véletlenül se akkorát tévedni, hogy akár egy rossz vallásba, egy hamis vallásba, egy hamis irányzathoz csatlakozva, egy hamis földön kívüli bármilyen információra építve, akár az életének egy részét, vagy egy bármilyen hamis tanításba, filozófiába, hamis elvekbe belefolyjon. Ugye? Tehát tart ettől és fél. Ezt akarták elérni egyébként, ezt sikeresen el is érték. Nézzétek meg, ma milyen az ezotéria mondjuk így minősítése, vagy pedigréje, vagy egyáltalán a vele kapcsolat, az ezotériával és a spiritualitással kapcsolatos közgondolkodás. A mainstream. Negatív, elítélő. Pont. De ez annak köszönhető, hogy erről ők tettek szisztematikusan. Ugye? Nevetségessé tették, lejáratták, és így tovább, és így tovább. Ismeritek sajnos ezt. Oké. Ugyanakkor pedig azt kell mondjam, hogy van egy másik út is, amikor azt mondja, hogy jó, igaz, ez is benne van a pakliba. De tulajdonképpen akkor nem menjünk ki vezetni sem, mert mi van, ha balesetet szenvedünk, ugye? Ennyi erővel akkor felesleges a jogsit letenni, akkor felesleges igaziból közlekedni, stb. Stb. Ezért én inkább úgy gondolom, hogy elindulok ezen az úton, mondom, ez a másik alternatíva, és a megfelelő visszaigazolásokra, élményekre, személyes tapasztalatokra, józan eszemre, és ami nem elhanyagolható, a saját intuícióimra és spirituális képességemre hallgatva, szépen veszem egymás után az akadályokat, ha akadályok vannak az utamon, vagy felteszem a kérdéseimet, és megvárom rá a válaszokat, hogy mit ad az élet. Nem leszek annyira elfogult, nem leszek annyira hiszékeny sem, amennyire esetleg mások, de azért haladok, mert van, mert lehet bennem, én most nem akarok senkibe belebeszélni semmit, csak mondom, hogy van, aki úgy érzi ma, hogy azért itt az idő, hogy elinduljon. Itt az idő, hogy keressen, és hogyan? A realitásokat figyelembe véve. Nem kell abban hinni, amit mondjuk az ember nem tapasztalt meg, de ami már ott van a szeme előtt, vagy az orra előtt, hát az már illik azért úgy elfogadni, hogy na ilyen is van. És akkor értékel. Nem szélsőségesen, nem előítéletesen, hanem nyitottan, és egész egyszerűen a saját belső lelki hangjára, vagy belső hangjára hagyatkozva, utalva. Én szerintem ezt meg lehet csinálni. Jó meg rossz? Hát tudod, nagyon sok istenség van, aki
istenséget mondtam, tehát nem feltétlenül Isten, vagy félistent értek alatta, akik azon dolgoznak, hogy az emberiségnek jobb legyen. De ez ma még nem tart annál a fázisánál, hogy az ember ennek ezt élvezné. Tehát ma inkább azt kell mondjam, hogy a felforgatás időszakánál tartunk. Vagyis most ugye azért nem kellemes az életünk 2020-ban, mert ha nem vette volna esetleg valaki észre, egyébként egy istennő csinálja ezt, ha valakit érdekel. Egy istennő foglalkozik azzal a feladattal, vagy hát teljesít azt a feladatot, hogy bebizonyítsa az emberiségnek, hogy úgy tovább már nem mehet, mint ahogy eddig ment. Úgy az élete folyása nem haladhat, ahogy eddig folyt. És mivel az emberek nem, ugye 2001-től kezdve nem voltak hajlandók ezt komolyan venni, legalábbis globális szinten, ezért 2019 végétől ő ezt egy kicsit így mondom, hogy kézbe vette az ügyek irányítását. És ha valakinek esetleg eszébe jut valami, mert egybeesik esetleg más világfolyamatokkal, akkor most hát tudhatja, hogy ez nem véletlen. De ez is a fejlődésünk ezt szolgálja. Tehát magyarul ebben az esetben hihetnénk azt, hogy milyen rossz nekünk, mert minket most bezártak. Mert nekünk most egy világjárvány jutott, és viselj maszkot, és maradj otthon, és stb. De ez egy nagyon szubjektív, nagyon egoista hozzáállás. Ha csak itt megállunk. Ez részigazság. Maximum. Mert ha föntről nézzük, akkor ilyen, de ehhez képest még cifrább dolgoknak kell történnie ahhoz, hogy az emberiség végre valahára felemelje a kis popsiját, és szakítson azzal az idejét múlt, sőt sok esetben hamis és féligazságokon alapuló mindenféle életlátásával, életszemléletével, amely ide vezetett. Hova? Az elmúlt 2000 évet tessék megnézni. Tessék megnézni az elmúlt 2000 évet. Ez nem megírt, nem az égben megírt történet. Ez egy igaz, hogy egy negatív sugallatra, mármint egy negatív sorozatos negatív ráhatásra, de végsősorban az emberi fogékonyságot, szabad akaratot és hiszékenységet és hülyeséget és negatív tulajdonságokat kihasználó borzalom volt, ami idáig vezetett. És mivel az emberiség nem ért a szóból, mert itt az elmúlt 20 évben azért figyeljük meg, hogy hány spirituális ember, hányféleképpen mondta el a világ, hányféle nyelvén azt, hogy emberek, meg kéne állni. Így nem lesz jó. Ezt nem voltak hajlandók elvégezni. Nem voltak hajlandók elhinni, vagy elfogadni, vagy adni neki egy esélyt, hogy jó, akkor ne szennyezzük ennyire a környezetünket. Oké, jó, akkor álljunk át valami más, zöldebb energiára. Megtették? Nem tették. Szakítsunk a materializmussal, szakítsunk már ezzel a sokféle tényleg népbutító, parasztvakító eszmével. Megtették? Nem számolt ebben. Nem értük el a kritikus tömeget. Tehát végső soron nem valósult meg az a jövőkép. Mit csinál az isteni gondviselés ilyenkor? Azt mondja, hogy gyerekek, gyerekek. Hát nem értetek a szép szóból. Rendben van. Erre is van megoldás. Erre is kidolgozunk akkor egy tervet. Hát ha nektek ez kell, akkor ezt kapjátok. De az a helyzet, hogy a góré, értve ez alatt a teremtőt, az abszolútumot, tett egy ígéretet valaha az emberiségnek, mert ez a Bibliának az a része, ami történetesen hiteles, hogy én nem fogom többet elpusztítani az emberiséget, emlékeztek ott Noé kapcsán, és innentől ezt ő be fogja tartatni. De mivel mi fantasztikusan nagy sebességgel rohanunk a semmibe, vagy zuhanunk, hogy mondod? A vesztünkbe, a végbe, igen, csak hát ugye, hogy Hoffi mondani, hogy ott a fal, puf, ott a fal, tehát mindjárt ott a fal, ez nagyon fog fájni. És hogy ez ne történhessen meg, ne gyűrhesse a saját karmánk Scarabeus galacsinja, szerencsétlen kis Scarabeusunkat, vagyis minket maga alá, ezért aztán beavatkoznak bizonyos isteni lények. Látszólag tehát rossz dolgok történnek most az emberiséggel, ha úgy vesszük, mert a természeti katasztrófák és az emberi katasztrófák egy része, na nem mind, az hosszú távon jó ügyet szolgál. Természetesen nem mind, és én nem vagyok egy megmondó és eldöntő ember, hogy én meg tudjam határozni, hogy melyik ilyen, melyik olyan, vagy hány százalékban ilyen, hány százalékban olyan, mert ugye annak a bizonyos láthatatlan, spirituális, nem az emberiséget pártoló, sőt, az emberiséget kihasználó és felhasználó hatalomnak pontosan az a fő politikája, hogy minden jót meglovagol, aztán csavar rajta egyet, és a végén már más hoz ki.
belőle. Tehát én nem mondom azt, hogy ez ilyen vagy olyan, ezt most már mindenkinek egyének kell tudni eldönteni, de ha van intuíciója, ha van értelme, mármint egy olyan magasabb rendű kapocs, ami őt ráhangolja a világfolyamatokra, akkor szerintem rá fog arra érezni belül, hogy melyik az az esemény, ami tényleg a fejlődésünket szolgálja, és az egyébként hova vezet, és mi az, amitől talán jobb távol maradni, mert az nem a fejlődésünket szolgálja, ez nem, nincs megírva, nem szükségszerű, nem predesztinált, hanem ezt az emberek már maguk rakták össze. Az biztos, hogy ahogyan kezdenek visszaszületni ezek az isteni lelkek, vagy ahogy kezdenek sűrűsödni a különböző paranormális jelenségek, UFO-s jelenségek, fényjelenségek, és most már vegyétek észre, hogy spontán, a szónak abban az értelmében legalábbis, hogy tényleg nem tudod előre megjósolni, hogy a következő percben fog-e megtörténni, vagy egyáltalán mi fog megtörténni, mert nem tudod, mert ha aki ma azt mondja, hogy ő tudja, hogy mi lesz holnap, vagy hogy milyen élmények fogják érni őt egy perc múlva, és ez a spiritualitásra különösen igaz, az szerintem nincs tisztában a valóság működésével. Nem. Nagyon sok minden most már a kiszámíthatatlan, a bizonytalan kategóriába került át, amitől hangsúlyozom nem félni kell, hanem tulajdonképpen ez annak az egyik jele, vagy előjele, vagy előszele, hogy a világban most írják át bizonyos dolgoknak a sorsát. És azért tűnik sok dolog alulkomponáltnak, egy kicsit szétesősnek, egy kicsit kaotikusnak, mert egyrészt az a feladat, hogy essen szét, másrészt meg az a feladat, hogy bizonyos dolgokat átalakítani, transformálni, tehát megszüntetni, felszámolni azt, ami idejét múlt, ami nem, már nem szolgálja a fejlődésünket. És ez mind az egyéni szinten síkon, mint pedig a társadalom, mint pedig az egész emberiség síkján valamilyen szinten meg fog valósulni, és ennek vagyunk mi most a megélői, ez egy korszakváltás, világváltás, tudatváltás, paradigmaváltás és hasonlók. Jó vagy rossz? Hát ezt majd akkor mondjuk el, és akkor döntsük el, ha túl leszünk rajta, jó? Mert most így megélni nem biztos, hogy kellemes. És az istenségeknek pedig, mondom, az a szerepük, hogy amikor ők akár odafentről, fénylényekként, vagy az ő küldötteik révén, akár idelent, mert valamikor leszületnek ezek az angyali, isten és egyéb furcsa nevű vagy rangú entitások, mert egy részüknek jelen is kell lenni, hogy beavatkozzanak a megfelelő helyen, hát róluk nem lesz híradás. Én azt gondolom, hogy nem fog beszámolni róla semmilyen komolyabb médium, hogy, vagy elterjedtebb médium, hogy na akkor ki kicsoda, és mit csinál. Nem ők várják azt, hogy a megfelelő információkat megkapják, és ők végrehajtják. Hát egy földön kívül is fogja megkérdezni, hogy szabad belépni a légtérbe, Mr. Trump, hanem jön és belép, és kész. Ugye? És így tovább. Itt lesz egy ilyen nagyon komoly fordulat, illetve folyamatban van egy fordulat, de erről most ennyit, és mondom még egyszer, sokféle istenség van a panteonokban is. Én örök arra alapszabályom vagy direktívám, hogy abból még nagy baj nem származott, hogyha te minden magasabb rendű lényt tisztelettel fogadsz, vagy tisztelettel beszélsz róluk, vagy tisztelettel viszonyulsz hozzájuk. Mert nem tudhatod, hogy kivel szemben, és alapvetően azért más a létmód, amiben mi jelen pillanatban éldegélünk. És ha valaki esetleg ezt még mindig nem érteni kristálytisztán, akkor mondom úgy is, hogy létezik egy gondviselés, és ez a gondviselés nagyon precízen odafigyel mindenkire. Ott nincs olyan, hogy valaki fejletlenebb, és akkor kevesebb figyelmet szentelünk neki, vagy valaki értéktelennek tűnik, vagy valaki, mit tudom, milyen hátrányos helyzetű. Nem. Itt minden egyes lélekre nagyon is figyelnek, és véletlenek nem történnek. Semmilyen szempontból nem történnek véletlenek, vagy lehet, hogy számunkra nem látható előre, de odaföntről nézve ez mind megkomponált történet. Úgyhogy azért valamilyen szinten megnyugodhat a lelkünk, hogy ami most zajlik, az egy jobb korszakot készít elő, és egy pozitívabb fordulatot készít elő. Csak megélni, ugye nagyon drámai, mert gyorsan történnek az események, és nagyon mélyrehatóan történnek az események. Jó? Az istenségek pedig egymást felismerik. Az angyal megismeri az angyalt, vagy éppenséggel a magasabb rendű lény a magasabb rendű lényt. Nincs vele. Nekik nincs semmiféle ilyen jellegű problémájuk. Nekünk pedig az jutott, hogy magunk észlelési körén belül próbáljunk meg eligazodni a világ, vagy éppen a természet, és a természet feletti folyamatok és lények között. Ha pedig valakinek ez kevés,
fejlessze magát. Hát ki az, aki megtilthatja azt, hogy te tudatosabb legyél, hogy az érzék feletti érzékelésedet úgy, ahogy van, beindítsd, vagy működtesd, vagy told kijebb a megismerésed határait. Ki az? Senki. Maximum az egód. Vagy mások egója. De senki nem tiltja le az embert a mindenségről. Tovább megyek, a magasabb rendű lényekkel való kommunikáció lehetősége, és ezért tetszett nekem ez a Dr. Greer-féle ötödik típusú találkozások, mert abban is valahol ez megfogalmazódott, hogy itt nem arra megy ki a játék, hogy te szimplán kielégítsd az ufológia iránti és a megtapasztalások iránti vágyadat, hanem arra, hogy tudatosan fejlődj. Mert az, hogy ők itt vannak, vagy itt lesznek, vagy éppen beléphetnek az életedbe, vagy az életünkbe, az azt is jelenti, hogy itt tőlünk valamit elvárnak. Hogy úgy is mondhatnám, hogy valami tudati változást ez elő fog idézni. Valamit, amire az emberiség lehet, hogy nem is álmodott, vagy eddig a mesék, meg a elmerodjantságok kategóriájába sorolta. És ne kezeljük ezt úgy, hogy aki már hallott ilyenekről, vagy volt egy-két ilyen élménye, az már akkor mindent tud, és már mindenre felkészült. Ez nem igaz. Minden spirituális megtapasztalás, tehát egy magasabb rendű lényel való bármilyen kommunikáció vagy találkozás, tudatos, féltudatos, álomszerű, bármilyen, az új. Az mindig új. Arra nem lehet úgy felkészülni, hogy akkor rutinból tudom, milyen lesz. Ezt nem tudod. Aki ezt gondolja, vagy így állítja be, szerintem az, hát az más típusú megtapasztalásokban részesült, mint én. Tehát erre nem lehet úgy igazából ráhangolódni, csak annyiban, hogy az ember, ahogy elmondtam, maximálisan pozitív, nyitott, tudatos, tisztelettudó, alázatos és hajlandó változtatni saját gondolkodásán és saját életén azért, hogy jobb legyen. Na, így már hozzá lehet állni. És higgyétek el, hogy odaföntről mindenki nyitott könyv, mindenkiről tudják azt, személyre szabottan, hogy mikor, mennyit oszthatnak meg vele. Tehát lehet, hogy te azt mondod, hogy az én 7 aura burkom, meg mit tudom én, milyen csakráim már készen állnak, elnézést kérek, ezt majd mi jobban tudjuk odaföntről. Mondhatnák, nem akarok senkinek a szájába adni szavakat, főleg akinek nincs is szája, hogy majd ők eldöntik. Te a délutáni beszélgetéseinket hamarosan folytatjuk. Munkásságomról bővebben a Te a délután leírásában olvashatsz.